Büntetőjogi eljárást indítottak Ioni Iliescu volt államfő ellen az 1990-es bányászjárás kapcsán. Ugyanabban az ügyiratban vád alá helyezték Petre Román, akkori kormányfőt, és 4 további vezető politikust. A vádirat szerint Iliescu és társai emberiesség elleni büntetben vétkesek. 1990. június 13-a és 15-e között felbújtott zsilvölgyi bányászok brutálisan szétverték Bukarestben a visszarendeződés ellen tüntető tömeget. A bányászjárásban többen életüket vesztették. Az eljárás beindítására több mint 26 év után kerül sor.